A napokban fejeződött be annak a párosnak az ügye, akik több Simpson motort is elloptak még 2021-ben más-más településről, többek között Tolna vármegyében is. Még 2021 áprilisában tett feljelentést egy madocsai férfi, elmondta, hogy napközben a háza udvaráról ismeretlen tettesek két Simpsont tulajdonítottak el. A motorok ellopásával 400 ezer forint kárt okoztak. Ezek a motorok helybeli lakosok tulajdonát képezték, nála csak felújítás, javítás céljából voltak. A nyomozás során egy akkor 21 éves előszállási férfira és annak 19 éves sógornőire terelődött a gyanú. A páros beismerte, hogy Madocsán kívül más településekről is loptak el motorokat. Volt, ahol a nyitott udvarból még máshol akár kerítést is bontottak az elkövetők, így közel 900 ezer forintos kárt okoztak. Az ügyben a nyomozást paksi kollégák befejezték. A férfi időközben korábban elkövetett bűncselekményei miatt börtönbe került. Neki a motorlopásokon kívül egy másik lopás miatt is felelnie kell. Ugyanis 2021 májusában egy Paks gyapán leállított buszba a vésznyitó segítségével bejutott, és onnan a sofőr 78 ezer forintját, illetve személyes iratait és bankkártyáját is eltulajdonította. Az ügyet a paksi nyomozók lezárták, és a napokban vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek adták át.